Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója július 9-én kedden. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Fontosak a nemzeti parkok. Pályázatok útján már 40 milliárd forintot biztosított a kormány a természetvédelmi területek fejlesztésére, mondta Cseresnyés Péter a Kápolna pusztai Bivaj Fesztiválon. Falunap Surdon. A szórakozás és a kikapcsolódás mellett az elmúlt év fejlesztéseit is számba vették a településen. 50 éves Zalakomár. Fél évszázada egyesítették Kiskomáromot és Komárvárost, akkor jött létre a ma ismert nagyközség. Most pedig jöjjenek a részletek és további híreink. 40 milliárd forintot fordított a kormány pályázati úton a tavaly 1,6 millió turistát fogadó nemzeti parkok fejlesztésére. Az ország területének csaknem egyharmada természeti védelem alatt áll, ezért is fontos a parkok fejlesztése. Ezt Cseresnyés Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő mondta Kápolna pusztán a Balatonfelvidéki Nemzeti Park hagyományos Bivaj Fesztiválján. És körülbelül még egy akkorát. Számtalan attrakció várta a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Kápolna pusztai Bivaj Fesztiválján a vendégeket a hétvégén. A rezervátumban több száz vízi bivaj él természetes körülmények között, de a fesztiválon más látnivaló is volt. Kézművesség, kirakodó vásár, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány bemutatója és lovas kocsikázás is lehetett a program. Egy jó kirándulás, megnézzük az állatokat, friss levegő, megéri mindenképpen. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára a fesztiválon ismertette a nemzeti parkok támogatási eredményeit. Az elmúlt időszakban, az elmúlt Európai Uniós pénzügyi ciklusban a magyarországi nemzeti parkok körülbelül 40 milliárd forintnyi pályázati lehetőséghez jutottak. A pályázati támogatás lehetőséget ad a parkoknak a fejlesztésekre, melyek között turisztikai célúak is megjelennek. A Bivaj rezervátumban már terveinkben van a tanösvény megújítása. Szeretnénk újfajta táblákat kihelyezni, szeretnénk ténylegesen jobb állapotba hozni magát a tanösvényt, valamint mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a pályázat keretében az akadálymentesítésre. A nemzeti parkok egyik célja a hagyományos természeti környezet megőrzése, az őshonos állatok és növények létfeltételeinek biztosítása. Azt szeretnénk, hogy azt, amit mi megörököltünk az eleinktől, azt tovább tudjuk adni a jövő nemzedékének abban a természeti állapotban, abban a természeti környezetben, amiben megörököltünk. Ezért van az, hogy a kormányzat körülbelül 40 milliárd forintnyi lehetőséget biztosított a magyarországi nemzeti parkoknak. A támogatásnak köszönhetően több mint 400 millió forintból megújul Letenyén egy ártéri terület a Mura program keretében. A több száz hektár őshonos faj és növényfajták visszatelepítésével ideális legelője lehet egy természetvédelmi és turisztikai szempontból egyaránt fontos szürke marhagójának. Elismeréseket adtak át és számba vették az elmúlt év fejlesztéseit, de természetesen a szórakozás és a kikapcsolódás sem hiányzott a Surdi falunap programjai közül. A rendezvényt Utca Bál zárta. Senki sem maradt éhes a Surdi falunapon. A szolgáltatók mellett a főzőversenyen résztvevő csapatok is ízletes fogásokkal készültek. Minden éve részt veszünk a falu életébe, az egyesület, szeretünk itt lenni. A falunap ünnepélyes megnyitóján elhangzott, a község minden évben épül, szépül. Idén több hegyi úton dolgoztak a szakemberek, és folytatódott a művelődési ház felújítása. A tervek közt az orvosi rendelő és az óvoda korszerűsítése is szerepel. Mi kormányunk számtalan alkalommal próbálta, és talán azt lehet mondani, bizonyította is, hogy a vidék Magyarországa fontos neki, hisz nem csak Európai Uniós forrásokat adott és biztosított a magyar falvak fejlesztésére, hanem hazai forrásokat. A legutóbbi nagyon jelentős lépés e területen a magyar falu program. Gratulálok és köszönjük a csapatot! Surdon a fejlesztések mellett a közösséget is ünnepelték, elismeréseket adtak át azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a község sikereihez. Egyúttal megjutalmazták a kitűnő bizonyítványt szerzett diákokat is. Ünnepelt Zalakomár, ahol falunapot tartottak a hétvégén. A hagyományos programok mellett a helyiek a nagyközség 50 évvel ezelőtti megalapításáról, Kiskomárom és Komárváros egyesítéséről is megemlékeztek.
Nem volt hiány játékokból és szórakoztató programokból azzal a komári falunapon. Ahogy emelkedett pillanatokból sem, az 50 éves nagyközség Kiskomárom és Komárváros Egyesítésének fél évszázados múltját ünnepelte. A rendezvényen díszpolgári címet adtak át a korábbi polgármesternek, Varga Miklósnak. Ez a szép gesztus, én azt mondom, hogy mások számára is példamutató lehet, hogy az elődök, akik komoly munkát végeztek egy-egy település életében, komoly nyomot hagytak egy-egy település életében munkájukkal, megérdemlik az ilyen elismerést. Varga Miklós 20 évig, 1994 és 2014 között volt Zalakomár polgármestere. Napjait jelenleg a legszívesebben a családja körében, illetve kertészkedéssel tölti. Ez a pillanat nekem egy nagy örömet jelent. Én nem azért szolgáltam 20 évig Zalakomárt, hogy bármiféle elismerést kapjak ezért, vagy várjak ezért, közösen ezért. Nekem ez volt a feladatom, ezért választottak meg. Az iskola udvarán sportolni is lehetett, a táncos, zenés programok pedig késő éjszakáig nyújtottak szórakozást a helyieknek. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Megelőzés és ismeretterjesztés. Szezonzárót tartott a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete. Kanna Virág királynő. A Tanakhajdi Becker Vivien nyerte Zalakaros szépségversenyét, második udvarhölgye pedig a kanizsai Weber Petra lett. Szenvedély, munka, alázat. Erdei Zsolt szerint erre mindenképpen szüksége van annak, aki sikeres boxoló szeretne lenni. Onkológiai előadással zárta a szezont a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete. A szervezet tegnapi programja is a megelőzésre és az ismeretterjesztésre helyezte a hangsúlyt. A nyár ellenére hatalmas érdeklődés kísérte az előadást, melyre nem csak az egyesület tagjai voltak kíváncsiak. Nagyon örülünk annak, hogy mások is eljönnek, akiket érdekel ez a betegség, mert nincs olyan család Kanizsán szerintem, akit valamilyen okból kifolyólag nem érintett volna ez akár családon belül, akár barátaikon keresztül, és fontosnak tartjuk azt, hogy tudják, hogy mi vagyunk, mert mi már bennünket nagyon sokan megkeresnek ebből a szempontból, mert városban hírünk van arról, hogy mi ezeket az embereket összefogjuk. A szezonzáró programon a Kanizsai Dorottya Kórház főorvosa volt az előadó. Dr. Kolonics Judit a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozta, valamint beszélt az önvizsgálatról, illetve arról is, hogy az emberek mit tehetnek az egészségükért. Arról is hoztam információt, hogy mit tehetünk ma az egészségügyben, a szűrővizsgálatok keretében, milyen lehetőségek vannak az új modern technikai eszközöket kihasználni, a genetikai szűrésekről is szeretnék beszélni, a tumormarkerekről, hogy egy kicsit világosabban lássuk, hogy a laborokban ez mit is jelent, és a rehabilitációról is egy pár szót ejtenék. Az egyesület a két hónapos nyári szünet után szeptembertől várja újra a tagokat a hasonló prevenciós és ismeretterjesztő előadásokkal, a közösséget összefogó és az egyéneket támogató programokkal. Királynő született Zalakaroson, a Fürdőváros szépségversenyét a Tanakhajdi Becker Vivien nyerte meg. A 2019-es Kanna Virág királynő második udvarhölgye a nagykanizsai Weber Petra lett. Idén minden eddiginél többen szerették volna elnyerni a koronát, a 100 jelentkező közül végül 8 lány szerepelt a döntőben. Szombaton a szépségverseny zsűrije is lázasan készült az élő sóra. Idén minden eddiginél többen 100-an jelentkeztek, és az előzsűrizést követően alakult ki a döntősök listája. Számomra mindig is a természetesség volt a nyerő, tehát én nagyon szeretem, hogyha nyilván azon túl, hogy itt minden lány szép sminkben van, hetek óta készülnek erre a versenyre, tehát mindezek mellett nekem mindig az a nyerő, hogyha ha egy lánynak van kisugárzása. A döntő műsorvezetője, a 2014-es Miss World második helyezettje, Szabó Kulcsár Edina szerint is a belső értékek a legfontosabbak. Jótékonykodás, az, hogy hogyan viselkedik a másikkal, segítőkészség, alkalomattán hogyan öltözik fel, viselkedés, morál, tehát annyira sok mindent fel tudnék most itt sorolni, hogy estig itt tudnánk lenni. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy egy lányban úgymond így minden jó tulajdonság meglegyen, és tudjon bánni úgymond a szépségével. A lányoknak idén egy plusz kritériumnak is meg kellett felelniük. Az egészség évének a jegyében ugye rengeteg programunk zajlik most ennek a programnak
az égisze alatt. A lányoktól is elvárunk egyfajta fittséget, egy olyan produktumot, ami az egészség megőrzés, az egészséges életmódnak a jegyében zajlik. Az élősóban a lányok három túrban, farmersortban, fürdőruhában és estéiben mutatták meg bájaikat. A zsűri döntése alapján a Tanakajdról érkezett Becker Vivien lett az idei Kannavirág királynő, és ezzel egy évre a fürdőváros arca. A 20 éves lány pszichológus szeretne lenni. Hihetetlenül jól éreztem magam, rengeteg új élménnyel gazdagodtam. Tudni illik, ez volt az én első szépségversenyem, remélhetőleg nem az utolsó volt, és hát gyönyörű város, barátságosak az emberek, és biztos, hogy nagyon sokszor vissza fogok idejönni. Bíber Petra! A Kannavirág királynő második udvarhölgye a nagykanizsai Weber Petra lett, aki elmondása szerint eddig minden Kannavirág királynő választáson részt vett nézőként. A verseny atmoszférája annyira lenyűgözte, hogy idén úgy döntött, ő is próbára teszi magát. Visszatért Kisrécsére az Imre Sándor Szeretett Színház. A színészek ezúttal Presser Gábor, Stevanovics Dusán és Horváth Péter klasszikusát, a Padlást mutatták be. A társulatot ép és fogyatékkal élő emberek alkotják, akik vallják, előadás közben elmosódnak a különbözőségek, és a színpadon csak egyenlő emberek vannak, kollégák és barátok. A 15 éves Szeretett Színház második alkalommal lépett fel Kisrécsén, a múzeumok éjszakáján a négyszögletű kerekerdőt láthatta a közönség. Díjazták a megye legjobb asztali teniszezőit. A megyei szövetség a hagyományoknak megfelelően a szezon végén idén is jutalmazta a szervezethez tartozó egyesületek legjobb sportolóit. Kisújonc, újonc, serdülő, ifi és felnőtt kategóriában adták át az érmeket és az okleveleket. Emellett jutalmat kapott a legjobb csapat és a legjobb csapatvezető is. Valódi éremeső volt a Vasemberház tükörtermében péntek délután, hiszen a Zala megyei asztali tenisz csapatbajnokság első három helyezettjét is díjazták. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk a játékosokra, hisz a legtöbb versenyző, aki itt ma díjat kap, az nem csak a megyei versenyeken ért el remek eredményt, hanem régiós, területi, országos versenyeken, és a MOAC ranglistán is nagyon jó helyen állnak a versenyzőink, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értek el a tavaly évben. Foci a barátság jegyében legendás eredményt hozott a kanizsai vegyes csapat és a horvát NK Starigrad veteránjainak mérkőzése. Tavaly a délzalaiak jártak Kaproncán, és a jól sikerült összejövetel után elhatározták a felek, hogy lesz folytatása a programnak. Erre szombaton kerítettek sort a csapatok Kanizsán az Olajbányász stadionban. A mérkőzésen Bene Gábor és Cseh Horváth Gábor duplázott, valamint kanizsai részről betalált még Spollár Barna és Szakmeister János is. A barátságos meccs végeredménye 6-3 lett. Szenvedély, munka és alázat. Ezek nélkül nem lehet sikert elérni a boxban. Így fogalmazott Erdei Zsolt, világbajnok boxoló, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke a zalakarosi fürdőben tartott boxgálán. Az érdeklődők a küzdelmek előtt a Kannavirág királynő címért versengő szépségeket is megismerhették. A zalakarosi fürdőn 2019-et az egészség évének nyilvánították, így igyekeznek minél több sportos rendezvénnyel várni idén a fürdőzőket. Ennek a programsorozatnak volt a része a pénteki boxgála is. Az egészség éve programunk keretében mai boxgálát rendezzük itt, nemzetközi boxverseny van, és nemzetközi boxolók mérik össze tudásukat. Mellette Erdei Zsolt madár is megmérkőzik majd Dísz Gusztival. Nagyon fontos, hogy minél többen vigyék a sportágunk jó hírnevét. Bár az Erdei Zsolt és Dietz Gusztáv közötti mérkőzés az egykori többszörös Jiu-Jitsu Európa bajnok sérülése miatt elmaradt, így is láthattak szép ütés kombinációkat a fürdőzők, hiszen a Kanizsa Box Klub növendékei maribori ökölvívókkal csaptak össze. Hétfőtől péntekig szerveztünk egy nemzetközi edzőtábort, ahol egy maribori csapat eljött hozzánk. Vannak közte amatőr és profi ökölvívók is,
és a pénteki zárásként szeretnénk csinálni egy kis összecsapást itt a fürdőben. Mindenkinek megvan a párja, vele csinál egy bemutató mérkőzést, és reméljük, hogy örömmel térnek haza, kapnak gazdagon. A kanizsai tehetségek mérkőzéseit Erdei Zsolt is figyelemmel kísérte. A szövetségi vezető szerint ahhoz, hogy egy fiatal sikeres boxolóvá váljon, a tehetség önmagában nem elég. A mi sportágunk azért a többnyire a hátrányos helyzetű gyerekeket csábítja, ami nem azt jelenti, hogy egy jobb módú gyerekből nem lehet éppen világbajnok, de ezek a srácok, ezek látnak benne egy kitörési lehetőséget, és sokkal nagyobb alázattal, sokkal nagyobb szorgalommal állnak neki a munkának, és tényleg ők akarják ezt. Igazából szenvedély nélkül ez nem fog menni amúgy sem. Az ökölvívás iránt érdeklődő strandolók majd egy tucat mérkőzést láthattak a pénteki rendezvényen. A Kanizsa Box Club edzői és vezetői a zalakkarosi gála után sem pihennek, ezen a héten a gyermekeknek tartanak napközis tábort. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Fontosak a nemzeti parkok. Pályázatok útján már 40 milliárd forintot biztosított a kormány a természetvédelmi területek fejlesztésére, mondta Cseresnyés Péter a Kápolna pusztai Bivaj Fesztiválon. Falunap Surdon. A szórakozás és a kikapcsolódás mellett az elmúlt év fejlesztéseit is számba vették a településen. 50 éves Zalakomár. Fél évszázada egyesítették Kiskomáromot és Komárvárost, akkor jött létre a ma ismert nagyközség. Ez volt a Kanizsa TV híradója július 9-én kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!